kapu két csapat 4-4 mezőnyjátékossal és egy kapussal. A futzál, azaz teremfoci ezeknek a fiataloknak mégis többet jelent. Nagyon jó barátok is vagyunk, és így még szorosabbá tudjuk fűzni a barátságunk. Szeretnék a továbbtanulás miatt is pontokat vinni. Mert hogy lehet pontokat? Mert hogy igen. Tehát, hogy különböző egyetemeken lehet ezzel plusz pontokat szerezni, hogyha országos döntőbe jutnak be. Ez is közrejátszik abban, hogy vérre menő harcok vannak? Így van. Hát 10 többet pont jár érte, és ezért vérre menő harcok vannak, ugye, mert azért nem mindegy ez a 10 pont. A lelátón pedig szülők, barátok és persze osztályfőnökök is izgulnak a srácokért. Focista karrierünk még volt, tavaly az iskola keretein belül. És meddig jutottatok? Hát egész jól. Igen, szerepeltünk. Amikor elindult a diákolimpián a futszál, először kicsit idegenkedve, kevesebb csapat nevezett, de egyre népszerűbb lett. Tudnélék, remek kiegészítője a labdarúgásnak, azon kívül egy nagyon gyors, dinamikus játék. A kapus játék az, ami a másik játékokban nem megszokott. Ugyanis van egy olyan szabály, hogy ha a kapus egyszer érintett a labdát a saját tér felén, akkor legközelebb csak akkor érhet hozzá, hogyha már az ellenfél hozzáért, tehát addig nem. Van, ami még furcsa, ez a 4 másodperces szabály. Minden egyes állított labdánál, vagy kapuskidobásnál a játékosnak 4 másodperce van arra, hogy elvégezze a oldalrugást, a szabadrugást, a szögletet, vagy a kapuskidobást. Ezáltal pedig egy nagyon pörgős játék a futzál, nincs idő állni. Ebben benne van minden, ez a labdarúgáshoz tartozó, a labdarúgás testvér sportága, úgy gondolom a föld legnépszerűbb játéka. Amíg ez a korosztály ilyen lelkesedéssel tudja üzni ezt a sportot, meg minden mást, addig azt mondom, hogy van értelme és van jövőképe. Van lehetőség, van potenciál az urakban. Hát az a kérdés, hogy később mennyire fognak erre a futszájátékra ráhajtani. A Diákolimpia pécsi országos döntőjében 407 csapat közül a 12 legjobb jutott el. A döntőt a szombathelyi Nagy Lajos gimnázium nyerte.